Köszöntöm nézőinket! Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Itt Sopronban egy pink séta is felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Ez a séta mindenkit vár holnap, azaz pénteken 15 órától, és a főtér elől indul. Köszöntöm a stúdióban ennek a programnak a lelkét, főszervezőjét, dr. Pásztor Enikőt, a Soproni Egyetem Benedek-Elek pedagógiai kar egyetemi docensét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket. Engedjék meg nekünk a nézők, hogy tegeződjünk, mert nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. A sétára rátérve, mi a sétának a legfőbb üzenete? Miért annyira fontos számodra és számotokra, hiszen többes számról beszélhetünk, hogy a Pink Séta évről évre megszerveződjön? Hát... Azért azt szeretném elmondani előjáróban, hogy én érintett vagyok, vagy érintett voltam. Nem sokára 5 éve lesz annak, hogy nálam merrákot diagnosztizáltak, és amikor én ebből meggyógyultam, túl voltam minden kezelésen, műtéteken, akkor én elhatároztam, vagy talán még közben is, hogy én segíteni szeretnék másokon. Segíteni abban, hogy felhívjam a figyelmét mindenkinek, hogy a merrák az nem megelőzhető, hanem gyógyítható. A lényeg azon van, hogy időben észrevegyük, tehát a szűrések fontosságára, és ebben a küldetésemben egymásra találtunk ebben a küldetésemben egyrészt a Soproni Erzsébet Kórházból dr. Hoffer Krisztina főorvosasszonnyal, illetve a soproni városvezetőkkel, akik minden évben így ez a hármas, és még a mi hármasunkat kiegészítve az együtt a daganatos betegekért egyesülettel, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy 4 lábon álló szervezés. Minden évben fontosnak tartjuk azt, hogy októberben legyen egy olyan nap, amikor egy olyan sétát teszünk, amikor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy igenis vegyék ezt komolyan, és járjanak el szűrővizsgálatokra. Az egész hónap ugye gyakorlatilag világszerte a merrák elleni küzdelem jegyében zajlik, nagyon sok helyen ilyenkor szerveződnek különböző séták, és ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy itt Sopronban is ez megvalósulhat. Ez holnap lesz, ahogy te is mondtad, 15 órakor. Én szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez nem a merrákosok sétája, mert én már kaptam ilyen visszajelzést, hogy hát én nem voltam, nem vagyok, és remélhetőleg nem is leszek, ezért köszönöm, de nem fogok elmenni a sétára. Én ezt szeretném visszautasítani. Ide nem azokat várunk, akik átestek ezen a betegségen, hanem mindenkit, aki a megjelenésével szeretné az emberek figyelmét felhívni a szűrővizsgálatok fontosságára. Ez az egyik. A másik meg azt gondolom, hogy ezen a sétán mi tiszteleghetünk. Egyrészt mindenki tisztelethet azok előtt, akik ezen végigmentek, meggyógyultak, és ez a nagyon-nagyon küzdelmes, fájdalmas időszakon úgy tudtak túl lenni, hogy még most is életben vannak. A másrészt pedig, hát nyilván tisztelgünk azok előtt is, akik sajnos nem lehetnek már itt. Én például az édesanyám és a nagymamám előtt, akik ugyanebben a betegségben, az édesanyám ugyanebben a betegségben hagyott itt bennünket, a nagymamám nem, ő 94 éves koráig élt, de hogy ő is ezen átesett, ő is érintett volt, és nekem ez is fontos, hogy ezen a napon különösképpen gondoljak rájuk is. Tehát mindenkit vártok a pénteken 15 órakor kezdődő sétára. És itt meg lehet beszélni ezeket a témákat, lehet ezekről beszélni, például arról is, hogy októberben kiemelt szűrővizsgálatokon vehetnek részt bizonyos életkorú hölgyek, akiknek talán különösen ajánlott a rendszeres mammográfiai vizsgálat. Hogyan lehet erről informálódni? Hát én azt gondolom, hogy ezen a téren nem feltétlenül állunk jól, mert ott van a Facebook, ami egy nagyon hatásos eszköz lehet a kezünkben, és itt próbáljuk ugye ezeket a nagyon fontos információkat eljutatni, meg nyilván, hogy a médiában is ez ebben a hónapban hangot kap, fókuszba kerül, de még mindig úgy gondolom, hogy nem elég sok emberhez jutnak el ezek az információkat, hogy mikor is vannak, hol vannak, de alapvetően a Facebookon lehet, illetve az újságban lehet erről tájékozódni. Én itt szeretném azért elmondani, hogy
Persze Magyarországon, meg mindenhol a világban egy bizonyos életkorhoz kötik azt, hogy mikortól biztosít az állam, vagy valahol nem is biztosít. Már ez óriási dolog szerintem, hogy Magyarországon ingyenes szűrővizsgálatokra járhatunk, de egy bizonyos életkor felett. Azért azt tudni kell, hogy a daganatos megbetegedések és hát a mell daganatos megbetegedések is kortól függetlenek. Tehát én nagyon sok 20 évesen is találkoztam ott az onkológiai intézetben, tehát most éppen az egyetemen tartottam egy előadást a hallgatóimnak, és muszáj volt erről is egy nagyon rövid ideig, de beszélnem, hogy már 20 éves kortól legyen az az életük része, hogy megvizsgálják önmagukat, megvan ennek a technikája, én járom az országban a középiskolákat is, és megmutatom a tanulóknak, hogy hogyan kell ezt megtenniük. Tehát nagyon jó lenne, ha mindenkiben kialakulna kortól függetlenül azt, hogy figyeljen a testére. És amikor valamiféle elváltozást érez, akkor el kell menni, és nem kuruzslókhoz kell elmenni, hanem olyan orvosokhoz, olyan, akik tudják biztosítani ezeket a vizsgálatokat, mert ma már fantasztikus berendezések állnak, akár itt a Soproni kórházban is az orvosok rendelkezésére, amivel nagyon hamar észre tudják venni, hogyha valamiféle elváltozás van. És akkor azt is érdemes tisztázni ezzel kapcsolatban, hogy figyeljük magunkat, és bizonyos elváltozásokat lehet, hogy meg jó önvizsgálattal, megfelelő önvizsgálattal kitapinthatunk, de azért van ennek egy olyan stádium, amikor már a műszerek kimutatják az elváltozást, de mi még egyáltalán nem érezhetjük ezt. Ez így van, tehát szokták mondani, hogy a rák egyébként nem fáj nagyon sok esetben, és azt is tudni kell, hogy olyan is van, hogy nem tapintunk ki magunkon semmit, és mégis ott van. Úgyhogy ezért különösen fontos, hogy szűrővizsgálatokra járjunk. Én itt ebben a közel 5 évben, ami mögöttem van, az érintettségem, vagy a megbetegedésemtől számítva, nagyon-nagyon sok szomorú esettel is találkoztam, engem nagyon-nagyon sokan keresnek meg, ezért vállalom fel névvel, és azzal is, hogy hol dolgozom, hogy minél több ember tudjon engem beazonosítani, és hogyha baj van, akkor megkeresni. Szóval nagyon sok olyan mondat van ilyenkor, különösen október hónapban a fejemben, amiket így hallottam, hogy hát én egész életemben egészséges voltam, soha nem látott engem orvos. Ez a mondat annyiszor elhangzik, hogy soha nem látott engem orvos. És akkor ezt szoktam mondani, hogy hát éppen ez vezetett a te betegségedhez, vagy annak a nagyon rossz stádiumához, hogy téged soha nem látott orvos. Ezt valahogy, ezzel van szerintem a legnagyobb probléma, hogy az emberek elhiszik azt, hogy ők egészségesek, hogy ők soha nem lehetnek betegek. Éppen ezért nem is járnak szűrővizsgálatokra. Nem csináltatnak laborvizsgálatokat, pedig ezeknek óriási jelentősége van. És azért azt tudni kell, hogy ma már ott tart a tudomány, az orvostudomány, hogy egy vérvizsgálatból is nagyon sok mindent ki tudnak mutatni. Tehát, hogy én ezzel a sétával is, meg az egész lényemmel én tényleg ezt szeretném mindenkivel érzékeltetni, hogy ezt a fajta hozzáállást, hogy én nem lehetek beteg, engem soha nem látott orvos, ezt így próbáljuk meg levetkőzni, elfelejteni, és egy nagyon tudatos életet élni, ami abból is áll, hogy vigyázok önmagamra, egészségesen táplálkozom, olyan közösségekbe megyek, ahol boldogság vesz körül, ahol jó bemenni, sportolok, sokat mozgok, sokat vagyok a levegőn, és mindezek mellett eljárok szűrővizsgálatokra. Egy utolsó nagyon gyors kérdés. Van-e a férfiaknak mindebben szerepe? Mert valahogy mindig csak a hölgyekről beszélünk, menjenek el szűrővizsgálatra, stb., de azt gondolom, hogy igenis van a férjeknek szerepe. Hát, hogyha csak a merrákot nézzük, akkor igen. Egyébként azt is kell tudni, hogy nem csak nő lehet merrákos, hanem férfiak is. Nyilván kisebb százalékban, de náluk is előfordul. Tehát náluk ugyanúgy kell önvizsgálatot tartani. De hogyha a merrákot nézzük, és hogy a férfiaknak, a férjeknek milyen szerepük van, persze, hogy van. Nagyon sokszor a férfiak, a férjek veszik észre az elváltozást. Tehát nem is a hölgyek, hanem este ott az ágyban, mondjuk ki, ezt is észre lehet venni. Tehát, hogy a férjeknek egy ilyen szerepük is legyen. De
ami nagyon fontos, hogy önmagukkal szemben is legyenek tudatosak, és a férfiaknál egyébként szerintem, bár nem olvastam a friss statisztikákat, de szerintem elmondható még a magyar férfiakról az, hogy na, ők azok, akik még kevésbé járnak el a szűrővizsgálatra, és még kevésbé mennek el az orvoshoz, akkor mennek el, amikor már nagyon késő. Tehát, hogy ezt együtt kellene. Én a családomban megéltem, tehát a férjem is átesett rákos megbetegedésen, nem is olyan régen, és azt, hogy neki nagyon-nagyon korai stádiumban fedezték fel a daganatát, az csak és kizárólag nekem köszönhető. Mindig mondja, hogy én vagyok az ő megmentője, meg az orvosai is mindig ezt mondják, mert hogy én az én betegségem után, amikor nekem volt, akkor én nála is kialakítottam azt, hogy igenis el kell menni fél évente laborvizsgálatra, és egy egyszerű laborvizsgálatnál derült ki azt, hogy valamilyen érték nem stimmel, és küldték el aztán itt Sopronban további vizsgálatokra. És amit el kell mondanom a soproni kórház mellett, hogy azt mondták Budapesten az egyik nagy professzor, aki aztán őt megoperálta, hogy a soproni doktornőnek, dr. Horváth Patriciának, aki észrevette az ő daganatát, nagyon-nagyon jó szeme volt, mert hogy 99%-ban nem mellett elmentek volna, nem vették volna észre. Úgyhogy nagyon fontos. Igen, együtt kell ezt így csinálni. Menjünk szűrővizsgálatokra, engem meggyőztél, remélem a nézőket, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, és holnap szeretettel várunk mindenkit 15 órakor a soproni főtéren. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásukban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!